kárpátaljai Izafaluban már több éve sikeresen működik és dinamikusan fejlődik a Kárpátalján egyedülálló Izabate korlátolt felelősségi vállalkozás. A vállalkozás ökológia tiszta, bioparadicsom és uborka termesztésére specializálódott. A korszerűen felszerelt melegházak 6 hektáron terülnek el. Az Izabate óramű pontossággal működik, ahol minden dolgozó lelkiismeretesen végzi a rábízott feladatot. A vezetője, Sohradin Abbasov, hivatásos, kitűnően értő és azt magas szinten művelő szakember. A vállalkozás 2010-ben kezdte meg működését, miután a szétzilált, összeomló félben lévő gazdaság, a szovjet hatalom hagyatéka új tulajdonosok kezébe került. A vállalkozás azóta megújult és fejlődésnek indult. Új technológiákat dolgoztak ki, modernizálták a felszerelést, aminek következtében növekedésnek indult a termelés. Így az utóbbi 5-6 évben az átlagtermelés 12-14 ezer mázsára növekedett. Az Izabate harmadik éve termeszti az egész Európában népszerű közkedvelt rózsaszín Tomimáro Mucho paradicsomfajtát, amelynek kitűnő az íze, kinézete és a betegségekkel szemben ellenálló és hosszú ideig tárolható. Ebben az évben az öntözőrendszer modernizációjának köszönhetően négyzetméterenként minimum 40 kg zöldséget kívánnak termeszteni, de ez még korán sem a felső határ. A paradicsomvirágok beporzását speciális melegházi méhekkel végeztetik. Minden méhcsalád legalább 100 rovarból áll, és 2 hónapon keresztül végzi a beporzást. Az Izabate vállalkozás fő célja a termés kiváló minőségének biztosítása. A vállalkozók meggyőződése szerint a termelő fő feladata a vásárlók egészségének megóvása. A laboratórium eredmények és a széleskörű piaci kereslet azt támasztják alá, hogy a melegházban termesztett zöldségek hasznosak és ökológiailag tiszták. A vállalkozás termékei nem csak az ukrán piacokon közkedveltek, hanem az orosz és a fehér orosz piacokon is. Nem kevésbé fontos, hogy az egyre inkább növekvő ukrajnai munkanélküliség közepette a vállalkozás munkahelyeket biztosít és megfelelő munkabéreket folyósít. Jelenleg a vállalkozás 100 munkást foglalkoztat. Ez a szám azonban növelhető, mivel a vállalat az ágazatok bővítését tervezi. Az első lépéseket már meg is tették ez irányban. Ez lehetővé teszi, hogy még több munkahelyet létesítsenek. Nem csak az ukrán polgárok, hanem a nemzeti kisebbséghez tartozó magyarok, románok és szlovákok számára is. A vállalat területeinek gyöngyszeme egy természetvédelmi terület mesterséges tavakkal és egy szarvascsordával, amelyeket a dolgozók lelkiismeretesen gondoznak. Itt a hálás állatok gondoskodásra és otthonra lelnek. Így néz ki a festőkörnyezetben található Izaközösség, egy kis paradicsomi szeglete, ahol mindig friss, finom, bármely asztal díszére váló terméket állítanak elő, amely vitamindús, szemedgyönyörködtető, hasznos ásványi anyagokat tartalmaz, és az egészséges táplálkozás elengedhetetlen feltétele. Az Izabate dolgozói biztosak abban, még jobban tudnának működni, amennyiben sikeres befektetési projekteket tudnának létrehozni. Ezért az Izabate dolgozói folyamatosan új technológiák kidolgozásán munkálkodnak. Megbízható partnereket keresnek abból a célból, hogy minőségi munkát végezhessenek, és biztosíthatják a zöldségek azon vitamin mennyiségét, amelyek légfontosságú egészségünk megőrzésében.